Rendben van. Ne bazd már meg a kurva életbe, már megint már ázánja. Úristen itt, hogy már megint csörög. Viszont ez hűvezel. Szervusz, Vona Gábor vagyok. Sziasztok, Danuka vagyok, és ez itt egy újabb élő közvetítés, itt a Game Show Channel csatornánk képernyőjén. Méghozzá nem mással várunk benneteket, mint egy jó kis autóversennyel, ez alkalommal hiszem, ha szabadidős Jackass, akkor csak is kizárólag egy dolog érdekli őket, a négy kerekű kocsik, amelyeket úgy hívnak, hogy... Szia, Jackass! Sziasztok, én is üdvözlöm a nézőket! Megmondom őszintén, ezt a kis intrót soha nem bírom megvonni, mindig élvezettel nézem végig, ahogy Molnár Krisztián, Vona Gábortól kezdve Gundel Takács Gáboron át mindenki felveszi a telefont és elfogadja a meghívást, hiszen itt ugye sztárok. Itt most megjegyezném egyébként pont Gundival kapcsolatban, pont az utóbbi névvel kapcsolatban, hát hogy őt most nem fogjátok látni, mert hogy annak elkerüléseképpen, hogy írjátok ide, hogy ez biztos, hogy nem élőadás, még ilyesmi. Tudjuk, hogy élőadás, de nincs itt a Gundi, mert hogy éppen áll az agut forgat. Úgyhogy a TV2-ben így most van. Hamarosan látni fogjátok, kedves nézők, de ne nézzétek őket, ha megkérhetnélek, amikor futam van. Mert hogy most jön mindjárt a futam, következik a 8. versenye, Minikápoknak. Méghozzá Magyarország. És ahogy ezt ígértük annak idején, így van, visszatérünk a honföldre, a hunföldre tulajdonképpen, és visszatérünk az Aero Ringbe, mert hogy imádjuk Európát, és szeretnénk továbbra is oda tartozni, nem úgy, mint ahogy ezt mások akarják. Éppen ezért Aero Ring szimbolikus helyszín. Végülis oroszok is európaiak, de hát így. 8. futam. Még igen, van és számoljuk. Pályát elindítja, addig majd kicsit beszélünk erről. Igen, és számolnunk kell arról, hogy hány futam lesz még, és hát hány a tervünk. Tehát, hát ugye 12-t mondtunk, tehát azt jelenti, hogy még 4 futam lesz a magyar futam után. A magyart beleszámoljuk, akkor 5 futam van hátra. Ami azt jelenti, hogy már túl vagyunk a felén, hiszen volt egy spanyol nagydíjunk Valenciába, egy brazil nagydíjunk Curitibába, egy portugál nagydíjunk, volt egy kanadai nagydíjunk, akkor volt egy norvég nagydíjunk is, volt egy kínai nagydíjunk, és ugye a legutóbb Townsville, ausztrál nagydíj volt, és most jön ugye Euroring, Magyarország. Ami még érdekesség egyébként ennek a 7 lezajlott futamnak, hogy 7 különböző pilóta nyerte meg. Bocsánat! Tévedek, nem teljesen, mert ugye 2-t nyertem. Igen, én. igen. Akkor 6 különböző pilóta nyerte meg, Dani az egyetlen, aki duplázott. Viszont Dani az elmúlt 4 futamon nullázott. Ez még rémon is. Hiszen az elsőt Lang Györgyi behúzta, utána nyert Dani 2-t, Portugált és Brazilt. Aztán jött Kanada, ahol nagyon jól ment, aztán a motorja megadta magát, így megnyertem én azt a futamot. Majd jött Norvégia, ahol szintén jól ment Dani, de végül hibázott és Gyurcsány Feri behúzta. Majd jött Kína, ahol Dani csapattársával harcolt sokáig, végül ő hibázott, Petkó pedig megnyerte a futamot, legutóbb pedig az én kis kedvenc csapattársam, Lőrinc Gábor megnyerte az ausztrál nagydíjat, hiszen Dani ott is összetörte az autót, bár nem volt az egyetlen, hiszen voltak jó csaták is, kiesések egyaránt. Hát most a magyar nagydíjon, hogy mi lesz, lehet, hogy nyugisabb futam lesz, de szerintem előzések is, csaták várhatóak ezen az Euroringen is. A tesztfutamon láthattuk, hogy jó kis verseny alakult ki, viszont Dani ott is hibázott és kiesett. Reméljük, hát igen, mert akkor még ugye első alkalommal versenyeztem ezzel a kocsival, na most azóta már ugye meg lett a tapasztalatom ezzel a kocsival, én azt gondolom.
Tehát akkor várj, akkor van egy negatív és egy pozitív. A negatív az, hogy kiestél azon a futamon, a pozitív viszont, hogy már nagyjából ismered a pályát. Így van. És az időmérő 30 körrel van, ami azt jelenti, hogy a beállításainknak megfelelően működik. Ami valószínű abból adódik, hogy ez a pálya ugye be volt másolva, tehát az igazunkat fogja ez is bizonyítani, hiszen bemásoltuk a pályát, és utána volt már ugye átírva az RFM fájt, tehát elvéletileg jó. És közben 75%-ra gondoltam az AIK erősségét. 75-re? 70 vagy 75, mindegy. Oké, közben köszöntöm Zoli barátunkat, aki ugye nemrégiben csatlakozott a Game Show Channel csapatához. A következő szezontól kezdve téged is nagy szeretettel várunk itt a bajnokságunkba. Ha nem is élő billentyű formájában, de AI formájában szívesen. A nevedet adott. Szia Zoli egyébként. A krúj tag vagy, üdvözöllek. Illetve úgy tudom, hogy van még egy új tagunk, igaz? Így van, de ő egy picit még így kevésbé lesz majd így itt a különböző adásokon, mert még jelenleg a gépét építgeti, meg ilyesmi. És úgy... és utána majd várhatóan, sőt még adáson kívül mondok neked egy komolyabb információt is. Elég, hogyha annyit mondok, hogy Minecraft szervert is hajlandó nekünk működtetni. És itt az is szót azért emeltem ki, mert hogy szerintem te is arra gondolsz, amire én. Hogy lehet, hogy a jövőben egy picit többet is tudunk majd kérni. Na, tehát akkor... Egyébként várja, bocs, aztán vagy nem hallottam, vagy nem emlékeztem. Ők akkor most végülis a MyFanatic-tól jöttek, vagy teljesen külsősek? Ez a kettő a két munkatársam, tehát a Zoli, illetve a Balázs, akik majd, akit az imént mutattam be. A MyFanatic-hoz semmi köze, MyFanatic csatornához. Ő nekik nem, Tesco-ból vannak ők. És diákmunkások mind a ketten. Akkor egy Tesco Racing csapata majd jó lesz a R-faktorba jövőre. Vegyük meg neki a játékot AI-val simán. Erről tájékoztass egy kicsit, Jackass, légy szíves. Úgy tudom, hogy a Liga önállóan vállalja a játéknak a beszerzését teljesen ingyen és bérmentve. Letölthető, így van. Ugye most már amúgy is azt hiszem ingyenes a R-faktor. És hozzáteszem, hogyha egy picit nehézkes a dolog, de Jackass itt van és segít neked, Zoli, úgyhogy majd valamikor összehozlak téged vele. Egy kiváló kis cseresznye likör melletti partiba. Jó kis romantikai lámpákkal, meg ilyesmikkel. Jóval leállok, basszus! Kebállítsuk az abdót, miért elfelejt. Így van. Na, közben ugye elkezdődött a szabad edzés, és akkor nézzük a dolgokat. Tehát akkor alapbeállítások... Figyelj, ez egy rövid, kanyargós technikás pálya, úgyhogy max tapadás. Jó, gyorsítás így az első. Úgy emlékszem, hogy első rubrika szélére volt annó. És akkor amit még kell, az irányítás be kell raknunk 13 fokra, a féknyomás 100%-ra, és innentől kezdve minden rendben van. Na, Zoli, szerintem te először látod, úgyhogy egy nagyon rövid néhány mondatban azért mutassuk be, hogy kik vannak, de inkább írd meg nekem, légy szíves, hogy igaz-e a sejtésem, vagy sem. Kérdésed van, nyugodtan a csövegőn írhatod, reagálunk. Közben elmondom, hogy neveket, hát meg a jövőbét is, még Dani nézi a pályát, tesztelgeti. Hát a VB-t vezeti. Ha minden igaz, akkor Gyurcsány Feri. Ott van ponttal. Zolinak már szerintem kikerekedik a szeme, hogy megkérdezi, ki ez az idióta, aki őt berakta. Személyesen itt van Gyurcsány Feri. Szóval Gyurcsány Feri vezeti 60 ponttal, aztán jön Rózsa Gyuri 51 ponttal. Nem, bocsánat, Lang Györgyi 53 ponttal, Rózsa Gyuri 51 ponttal a harmadik, és csak negyedik Dani 50 ponttal. Nem nagy a differencia, behozható, viszont nem nagyon szabad most már nullázgatni, hiszen nagyon összejött a csapat. Sőt, például Viki Dál Gyula is 46 ponttal, eléggé ott van. Bár egy kicsit várja, az hogy jött ki? Nem, kijön, igen. Mindent. Jó, Vikitálnak is, csak talán lett volna számolva. Ugye ez az aeroringi pálya, ezt már ugye a próbaverseny során megismerhették a kedves nézők. Van két kulcs része, amit így már azóta is ugye tulajdonképpen így repesgetek. Az egyik a sikán, ugye a második szakasznak a vége felé. Igen. A másik pedig, ami most jött ki nekem, mint probléma, majd mindjárt
teljes kört megyünk, és akkor jelezni fogom. Igazából itt most mondanám azt, hogy egyből menjünk időmérőre, mert ismerjük a pályát. Hát az egy kört nézzünk, és akkor utána megy az időmérő. Hát ugye gyorsan át kell menni itt a első részen. Nem szabad nagyon megtorpanni, és akkor utána már óvatosabban. Kicsit lassan menti át az első kanyarokon. Igen, mert még tudod... most egy jó ideje nem volt verseny. Igen, és ezt a pályát is már ugye eléggé elfelejtetted. Mármint nagyjából tudod, csak... Benn van a fejemben. Mégis azért ugye ennél a autónál más a féktáv, ami a legnehezebb igazából, hogy megszokni, hogy ennél se nem túl hamar, se nem túl későn fékez. Igen, itt ez a nyújtott, hosszú, egyenes utáni rész itt ez. Ez a második sikán. Illetve nem ez az első sikán, ahol a... amit most láthattál a kamerában szerintem. Aha. Ez rontott kör volt, úgyhogy ez bemelegítő kör lesz, mert levágtam az egyik kanyart, de nagyon súlyosan. És egyébként szerintem azt is bemutathatjuk Zolinak, hogy milyen találó nevű csapataink vannak. Itt most leginkább a Puya Gogo című roma fanatikusokat mondanám így, mint első példa. Aztán van ez a punci stabilizátorokat is. Ez kár volt mondanom, mert hát ugye elkezdtem magamat, hogy elrontottam. Vikingo Stefanos csapat, a Homonyik Sándornak nincs pontja, nulla pontja van. Egyelőre nagyon gyengén szerepel, még a csapattársa 46 pont talál, az elég nagy különbség kettőjük között. De Bartos Cséh István ugye ismerős lehet a YouTube-ról, vagy Molnár Krisztián, ők ugye a Tecső Motorsport. Tecső Motors, így van. 19-28 ponttal ott állnak, van még Csicsolina, Anetka, igen, Gyurcsány ők Feri. A punci királynők. Gyurcsány Feri, Vona Gábor, Vágó István, Radics Gigi, aki egy pontot szerzett legutóbb, így most már nem áll nulla ponttal, ott van Győzik emellette 39 ponttal, ő is azért fellépegetett szépen. Padödő, Falusi Marian meg Lang Györgyi, ők is szépen gyűjtögették a pontokat, 84 ponttal majdnem, hogy vezetnek a BB-be. Ugye GSC 89-el vezeti a csapat BB-t, és ugye GP2 csapat, ugye Jackass, az az én, illetve Lőrincnek van 76 pontja. Igen, Lőnincet szerintem Zoli, te nem ismerheted, de legendák keringenek róla az R-faktoros világban. Inkább az R-faktoros világból szerzett sztár idézőjelben. Tehát egy olyan mém, mint a... nem tudom mi, a Kazuki Nakajima Forma 1-ben. Kazuki Nakajima jól megy. Hát jó, akkor ki volt az, aki bombázgatott folyamatosan japánként, szamurájként? Legendák keringenek róla. Köszönöm. Lőrinc. Na, szedjünk össze egy kört. Ugye ennek a pályának az az érdekessége, hogy rendkívül rövid egy pálya, és ennek következtében, és lassú a pálya, és ennek következtében eléggé rontogatom. Úgyhogy én megyek egyből az időmérőre, mert most már késznek érzem. Ja, nézzük meg az időmérőt, úgyis 30 perces. Nem, 15. Hagylak koncentrálni majd, hiszen egy jó kört össze kell rakni. És hibázni nem szabad. Peti remélhetőleg majd támogat a utamon. Jó régen láttuk egyébként Petit élőben. Mi mindig kint van külföldön, képzeld, két hete nyaral folyamatosan már körbejárt Európát. Olaszország, Tunézia, Marokkó, meg már nem tudom hol volt már. Franciáknál is talán. Van pénz? Jaucs! A lábamon egy macska, karmai. Hála Istennek, ez nem az élő kocsi. Lehet, hogy egy pokrócot föl kéne vennem, mert előszeretettel ugrik fel, és akkor... kiabálni fogok az adásba.
Franco, mint főnökünk, vagy korábbi főnökünk? Hát, volt, igen, korábbi főnök. Hát, nincs annyi pénze, hogy még egy embert elvigyen. Sajnos. Na. Kicsit szaggathat most az adás, mert lecsatlakozott az egyik merev lemezem. Áú. És ugye azoknak, akik most nézik először ezt a bizonyos pályát, azoknak mondom, hogy vannak emlékeim a pályáról. A néhány magyar pályából inkább ezt a magyar pályát, tehát ezt az Errolinget szeretem a leginkább. Azért, mert technikás, lassú, és picit ilyen utcai hangulatot ad ki, hogy szűk. Hogy itt most annál a résznél vagyok, amikor látom a szembe lévő emberkéket nagyon. Ugye nem akarsz felugrani, mert akkor sipítozás lesz. Köszi! Bazd meg! Macska. Igen. Na most itt kell hagynom őt, mert szegény elkoborolt, ugye meséltem neked adás előtt. Ja, köszi, fiú. Utolsó kanyar sokat be. Remélem, ezt nem fogja megadni a rendszer. Ha igen, akkor ezt ne számítsuk be, és 10 rajthely bünti, vagy nem tudom, valamit csináljunk. Igen, itt most baj lesz, mert nem tudjuk magunkat hátra sorolni. Mert ezt érvényesítette ezt a körömet. Na, ne tedd tönkre a székemet, te kislány! Ne tedd már tönkre a székemet, mindjárt ki fogom ezt vinni. Komolyan. Elrontsa a körödet? Igen. Ne rontsa, próbálj meg, jó? Még érdekes egyelőre, hovonjik az első. Igen, megnyugodtam, hogy eléggé lelassítottam, hogy ne legyen belőle rossz, túl jó kör. De meg kell szerezni a pole pozíciót. Igen. Ennek a körnek úgy is mindegy mondjuk, de a következő... Igen, mert a cica bezavart. És ugye azt is tudjuk ezzel a pályával kapcsolatban, hogy itt gyakorlatilag balesetek nem történtek ugye a próbafutam során. Ha jók az emlékeim. És a mezőny azért abban a próbafutamnál gyakorlatilag mint egy vasút egymást követte. Úgyhogy gyakorlatilag itt nem mindegy, hogy hányadik helyen végzel. Ja. Túl gyors vagyok. Mennek a körök. Nyomjad, próbálj koncentrálni. Most egy jó kört össze kell raknunk. És az se jó, hogy sok a hiba. Tehát a futamra rá kivetítve ez nem túl jó jel. Hát igen, mert nem tudok teljes mértékben koncentrálni. Igen, nem rajtad múlik. Most koncentráljunk, most hagyjuk a macskát. Nem figyelj a macskát, nem próbáljunk egy jó kört. Ha kell, akkor inkább várunk 20-ig, tehát 20 perces időmérőt. Hát itt nem lehet, mert 15 perces, tehát a beállításaink vannak. Ez fasza. Vágó egy kicsit porzott rá, mint a fűre az előbb. Igen, de úgy érzem, hogy nem annyira zavar engem.
ezt most jól összerakom pedig ezt a kört, fene vigyel. Kérdés az, hogy megvárod, még elindul előtted egy kicsit, majd a célegyenes előtt? Nem tudom. Inkább várd még, nehogy... Nagyon egy kicsit, hogy ne essél majd annyira rá. Mindjárt. Úgy gyorsíts ki a célegyenes, vagy jó legyen a tempó. Nem kellett volna, mert bement a boxba. Na nézzük. Egyszerre mondtuk. Próbáld az első szektort jól megcsinálni, de ne fékezd el. Egy picit megcsúszik a kocsi, már annyi ennyi. A férfi tár. Ezzel vesztettél, ne fékezd most a nyomért. Ezért be se fordultál, akkor a tempóval mentél. Igen, egy picit megcsúszik, már onnantól nem megy a fék. Ez a trükkje az első szakasznak. Igen, de ott olyan gyors kanyarok vannak, tehát nagyon jó el kell találni az évet valahogy. Hát lehet, hogy inkább megyek a biztosra és inkább betartom a mezőnyt. Itt ezt a első ilyen nyújtottas, gyorsas kanyart, ezt itt egy kicsit valamennyivel jobban érzem. Sőt, én még azt ismerem mondani, hogy igazából az első sikánnak az első kanyarát, azt még lehet a fékezésre számított sebességgel vinni. Hát jó, tehát... még ez jó, nem lehet olyan rossz kör. Vesztettél valamennyit, ez még nem lehet olyan rossz kör, hogyha jó összerakod. Úgyhogy nyomjad. Hát de levágott nagyon. De nem, hát vesztettél nagyon sokat. Hát rögtön 3 másodpercet vesztettél magadhoz, a AI-hoz meg majdnem 2-t. Hát nagyon sokat vesztettél. Így se lesz, de legalább már lesz egy köröd. Van eddig is egyébként. Ja, igaz. Na nézzük még egyszer, az a jó, hogy rövid pályutat még van lehetőség. De legalább ez most az érvényes kategória. Ez a kör, amit most fogok tenni. Nem, túl izgulom. Hát nem tudom azt akarja, hogy nem bírod bevenni, hogy... Nem is mész gyorsan, egyszerűen nem fordulsz be. Túl izgulom, az a helyzet, Jackass. De miért izgulsz túl? Nem szoktál te nagyon izgulni, főleg időmérőkön, mert általában jól mész. Igazából elégedett vagyok most ezzel a második helyel is, a verseny számít. De jó, de azért legyen már meg a pól. Most a pontszerzés mindenképp így. Vagy győzelem, vagy egy biztos pontszerzés a futamon. Minél előbb rajtolsz, annál jobban el tudnál lépni a mezőnytől. Ez még jó kör lehet. Javítottál magadhoz képest. Fél másodpercet még így is, hogy rontottál. Bár igaz, hogy Wikidához képest még egy másodperc a hátrány. Wikidál nagyon jól összerakta ezt a kört. Beti, persze egyet, Zoli, hogy ki hogy, meg az összes többi nézőt is megkérdezhetjük, hogy ki hogy tippel. Igen, ki lesz a pole pozícióba. Inkább a nyertes tippeljük. 40 ezreddel mentél rosszabbot. Nagyon szoros. Majdnem, de megint elradod azt a kanyarat, hogy nem értem, hogy az... Hogy nem... De legalább most már kezdi fejlődni. Kezd, de nem értem, hogy miért. Mintha nem lenne egyszerűen tapadás ott. Mintha túl kicsi lenne letéve a szárny, és nem bírná befordulni, de... Szárnyat? Ezt nem tudom, van. Hogy mozdítottuk-e. Szerintem az, hogy késő fékezett. Tehát kijössz az első kanyarból, ami egy egész tempós kanyar. Na jó, nézzünk egy szárnyat. Na most már ne vagy feladd ezt a kört, tehát nem volt rossz köröd. Hát hibáztam. De még nézzünk egy szárnyat. Azt mondja... Hátsó szárny 5-ös. Maxon van, felraktál mindent. Mennyi így van, nem lesz időt kimenni, nem? 5 perc van még, Jackass. Akkor még ki tudsz. Az a durva, hogy 5000-ed a hátrány, 7000-ed a harmadik. Tehát az első három minimális különbség. Ezredek vannak köztetek. Most ha valaki még nyom egy itt mutatom a nézőknek, hogy miről gondolsz. Bárki felugorhatna.
Homonyik egy ezredre van tőled. Egy ezred. Igen. Boros Lajos 25 ezredre tőled. Ez lesz a szoros verseny. Erről, nagyon, erről nagyon durván. Azért mondom, most jobb állítottuk, mert nagyon-nagyon szoros az időmérő. De hozzáteszem, hogy nekem még nem volt sima a köröm. Hát jó, de látod, nekik sem biztos. Ők is hibázhattak. Igen, ott az első szektorban egy fél másodpercet mindig eldobsz. De így is egy másodpercen belül lennétek szerintem. Ebben a második sikátorban inkább ők vannak jobban, mint én. Igen, ott az első szektorban sokat kapsz, viszont az utolsó kanyarba, vagy utolsó szektorban viszont sokat hozol. Meg a belső sikámba. Tehát vannak kanyarok, amik neked fekszenek. Érdekes módon nem annyira érzem ezt az utolsó szektort, hogy jól hoznám annyira sokat. Nem ott hozol a legtöbbet, ott is hozol, de nem a belső részen, a belső sikámba. Ott hozol ott nagyon sokat hozol azokba a kanyarokba. Tehát a kettes szektor az a tier. Legalábbis a idők alapján. Nem hiszem el. Megbicsaklott az autó. Nagyon durván. Vagy jó vetett be, egyszerűen elment a tapadás. De még így is jó kör lehet. Nekem megint nem lesz egy jó időmérő, mi azt érzem, hogy én egy tesztfutamon is szenvedtem, Lőrinccel hátul voltunk. Nem látjuk hát nem... a listádat. Általában azok a pályák fekszenek nekünk, amiben sok az egyenes, inkább utcai pályák. Kanadában én jártam Lőrinc támaszfélen, úgyhogy ez ilyen kanyargós pályák nem igazán fekszenek. 5 tized a javítás magadhoz képest, Vigidához képest viszont egy másodperc a hátrányod. És most jön az a rész, amivel te jól szoktál menni, itt hozhatsz rajtuk sokat, ha jól nyomod. És majd utána jön az utolsó szektor. Ez most jól sikerült a második sikán. Igen. De sok! Árohadt életbe! Igen, itt szoktad, még itt van egy fék táv, ahol könnyen el lehet fékezni, és itt homokágy. De az én próbálom... Utolsó köröm, Jackass. Ez nagyon sok lett. És javítottál volna magadhoz képest, mert már 6 tized volt az előnyed. Most próbáld meg, kicsit hamar fékezd. Ez most jó volt. Tehát ott fékezni kell, ez a trükk. De most ne azért nyomkodjad az LCD-t, hanem nyomjad. Mert nem figyelsz akkor a körre. Ma megint kicsit lecsúszta az előbb. A második szektort azt úgy érzem, hogy szerintem abban is még van. Hát van, mindenhol van. Mert mindenhol volt egy kis hiba, nem tökéletes a kör. Itt is sokszor kis odróc a sikán előtt. De egyelőre ez most jó kör lehet, mert egy másodpercet hoztál. De itt most már óvatos, itt majd... Ugye majd a második sikán után itt fékez, nehogy megint kicsúszta a homokágyba, hogy az előbb. Vagy kavicságyba. Inkább a fékezésre egy pici maradjon benne, de biztos sem megy. Ez az. Eddig szép. Két. Csak jelzem, a kisfiú elaludt. Kislány elaludt. Megunta. Két tized, de jobb vagy, mint Vigidál, úgyhogy jó lehet. És megvan, nem is két tized, egy másodperc. Ez most majdnem tökéletes kör volt, nagyon szépen összeraktad mindenhol. Utolsóba, a belsőbe is nagyon sokat hoztál. A francokatról viszont... hetedik vagy, Jackass, te. Az nem olyan rossz. Bartos előttem, Manetka. Nézzük, hogy Vigidálnak sikerült-e javítania. 1.38.78 kellett javítani. Kellett, mert... Megelőztek volna téged is, ha nem javítasz. Javítottak egy páran, halogrottak. Ugye Homonyik, tehát a két Vikingus Stefanos ott van a második, harmadik helyen. Nagyon jól mennek.
Hát mégis Magyarországon téten, illetve pályán, úgyhogy ez a hazai pályájuk, mondjuk így, mondjuk mindenki másnak is. Boros Lajos a negyedik, Csicsolina az ötödik, Bartos hatodik, hetedik Jackass, nyolcadik Anetka, kilencedik Rózsa Gyuri, tizedik Vizi András, ugye a Forbolyárd egyik műsorvezetője volt, tizenegyedik Molnár Kiki, Bocskor Gábor 12, Falusi Marian 13, Gyurcsány Feri bácsi 14, Radics Gigi 15, a Pala 16, Vágó István 17, Lőrinc Gabi csak 18, Petko csak 19, Vona Gábor 20, Demcsák Zsuzsa 21, Lang Györgyi 22, Mira csak 23, és Győzike csak 24. Győzikének se feküdt a pálya. Szerintem nézzük a versenyt, viszont előtte tankolj. Jó. Ugye másfél perc volt egy kör, igaz? Igen. 25 perccel számolva az olyan 20 kör környékére biztosan bőven elég, nem? Igen, inkább többet csak egy picivel, ja. Mondjuk ez a 22 kör 14 liter az rendben lesz. Jó. És akkor menjünk a futamra. Nézzük akkor. Óvatosan majd a rajtnál. Már mondjuk 20 körre van rakva. Az nem annyira jó, mert akkor a 20 kör lesz előbb. Nem? Nem, mert... Jó, mindegy, nem gondolkodom most. Baleset valahol. Remélem, nem engem löktek ki. Majd megnézzük egyelőre az esőt. Ki kell, túl kell élni. Valaki kicsúszott, az látszott a gumifalba. Míg Vikidál pedig nagyon próbálkozik ellened, és nagyon keményen csatázik. Homonyik hullott ki az élmezőnyből. És megint nullázik Homonyik, lehetséges. Nem nullázik, nem esett ki, csak lemaradt. De a harmadik helyről rajtolt Homonyik. Beragadt a rajtnál, és aztán kiforgatták. Majd nem, ránézzünk, hogy nem jön neki össze, valahogy nincs szerencséje. Boros és Bartos viszont jót rajtolt, harmadik, negyedik helyen vannak. Csicsolina pedig az ötödik. Remélem, nem én löktem ki a Monyikot, és nem csúsztam hátra. Nem egyelőre hetedik vagy. Az jó. Azon gondolkozok, hogy hol esti ki a tesztfutamon, mert azt a kanyart majd óvatosan kell kezdeni. Lehet, hogy itt a sikánnál volt. De nagyon figyelni kell. Elég egy pici elfékezés is kicsúszhatsz könnyen a gumifalba. Hát azt vissza lehetne nézni valakinek itt a háttérben, hogy hol történt, de lehet, hogy nem szükséges. Hát majd futam után megvizsgáljuk. Rózsa Gyuri, a nyolcadik, ő is ugye BB esélyes. Páron lemaradtak, láttad ott még a túloldalon mentek az előbb odáig. Hát inkább az, hogy nekem sikerült egy óriási előnyt szerezni. Igen. Kicsit túl gyengék lettek ezek az aik. Nem, hiszem, hát látod, azért jól mentek. Szerintem a rajtnak köszönhetően, hogy beragadtak is, ugye, hogy kiforgatták ott a Homonyikot, lemaradtak. A Vikidál pedig annyira... majdnem kiment ide is a fűre. Szóval a Vikidál még annyira agresszívan támadott az előbb, hogy egy picit ő is hibázhatott és lemaradt. De még azért neki jobbáljuk el, mert... Igen, mert az 20 perc, ez sok. Igen, igen, és te is és nézzük a beállításukat, mert... A gumi az nekem nagyon nem tetszik. Még csak másfél kör telt el, ez nem tetszik nekem ez a gumi. Hát ezért nem tetszik. Itt úgy fontosabb lesz a gumi is, hogy figyelni kell rá. Szerencsére ez most befér, belefér egy-két ilyen hiba. Hát ez már nem biztos, hogy bele fog férni. Hogy csúszikálok. Le kell hűteni a gumit. 130-ra ment föl. Bal első. Ajjajjajjaj. Kezdődik megint a gumiból. És nagyon jönnek rád. Itt vannak már célegyenesben. Igen, az lesz a tervem itt, az első szakaszt ezt ilyen lassítottva viszem.
Hát azért nagyon lassítva se lehet megelőzni. Hé, az nagyon csúnya levágás volt, azt figyeld meg! Azt nagyon csúnya levágta. Mindjárt megnézem. Igen, 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 igen. Nagyon megy vikidál. Jó, oly, kezd... belém lök. Most már nyomjött. Nagyon lehűltek a gumiaid. 100 fokosak voltak az előbb már. Nagyon visszaúltak, ez a lassú tempó se jó. Mert utána meg azért fogsz csúszkálni, nyomjad. Egy-két hanyarban felmelegedik, de nem annyira vészes. De picit nagyobb tempót kell autóznod. És igazából a bal elsővel van a gond. Igen. Jobb első sem annyira, de legalább azt tartja magát. És a célegyenes, az a szerencsé, hogy a célegyenesben az a sikán nagyon necces volt, belemehettél volna a falba. Szóval a célegyenesben meg az első szektorban egy kicsit lehűltek, ott visszahűlnek, illetve hátul igen, is. Az, azért mondom azt, hogy így a, összeszedem az a második, harmadik szakaszban, amit össze kell. Igen, az a baj kevés az egyenes, és nagyon tud hol lehűlni. Igen. Viszont azért nagyon csúnya elfékezés utani. És ugyanabban a kanyarban, ahol már a tesztfutamon is hibázta, illetve most a időmérőn is. Az így nem lesz jó, nagyon ott vannak mögötted. Még egy ilyen is meg is előzni. Nem lehet hibázni. Tehát télegyenes utáni kanyarok azok, leveszem a sebességet és úgy megyek végig. Ne vedd le. Nem kell. Nem ott melegszik túl, nem a... Hát nem az hogy lehűljön, azért, hogy lehűljön. De nem ott... tudod lehűteni. Nézd meg, visszament 100-ra. Igen, de a célegyenes miatt. Nem az első szektorba hűl le, hanem a belső sikánokba melegszik túl, ott lehet lehűteni. Az a baj, hogy még nagyon lehűlik a gumit, már 100 alá ment majdnem az első, és akkor viszont még azért nem tudsz megállni. Úgyhogy az se szabad. Elég gumigyilkos egy pályán. Igen, itt nagyon nehéz beállítani a gumit, az biztos. Engedemetekkel most a lista helyet ezt nézzük, mert ez most igen, most az egész futam szempontjából ez egy nagyon fontos rész. Az első négy egyébként elhúzott, az ötödik kicsit feltartja a többieket. Vagy pedig baleset viszont... történhetett ott. És a 24. ugye Homonyik viszont már felzárkózott, tehát ott hátul nagy csaták vannak. És közel volt a gumifa. Nem egy egyszerű, és... Attól is félek, hogy nem kevés benzint raktál. 24 kör. Annyi idő alatt le fog menni a verseny. Reméljük. Vagy 22, mindegy, annyi idő alatt is. Bízunk benne. Hát attól függ, hogy fügy az üzemanyag. Mert utána meg a végén lassabb köröket kell autózni azért, hogy hamarabb leteljen az idő, mint a kör, hogyha hát úgy van. Hát az nem biztos, hogy meg fogom tudni oldani. Hát reméljük, hogy most csúnya lenne, ha most a benzin miatt esnénk ki. Nem, hogyha ennyire szoros, azért inkább azért. Jó, de itt azért nehéz ezen a pályán előzni, az azért szerencsét van, hogy ezen a pályán szinte nagyon nehéz. Hát szinte főleg úgy, hogy tudom, hogy hol akarnak azaik próbálkozni. Igen, igen, igen. Igazából az első szektorban lehet előzni. Célegyenes miatt. Én viszont több helyen is tudok előzni. Igen. Lehet, hogy túlságosan bevállalós vagyok, de... Több helyen is lehet tudok előzni. Láttam magamat egy picit pocskor, Bartos, Jackass sorrendben. Szerintem ott vagy a pontszerzőhely környékén. De mondom, most nem kapcsolok el, mert... Jó. És bocsánat a nézőknek is, mert ugye így a... Igen, legfeljebb majd valamikor megnézzük, ha valami nagy csata volt hátul, hogy mi történt, vagy ha valami baleset volt, bár inkább nagy csatákra számítottunk, mint nagy kiesésekre. De hibázgatni, előzgetni lehet ezen a pályán, mert azért elég technikás, könyörgós pálya. Inkább kicsit olyan, mint egy go-kart pálya. Igen. Gondolkodtam egyébként, hogy a go-kart naptárba behelyezzem ezt. Hát az meg az a baj túl nagy. Tehát egy 2 kilométeres pálya, azért mégiscsak. Ez egy ilyen formula pálya. Forma innek ugye túl rövid. Szűk. Túl szűk, túl rövid. És szerintem túl lassú is. Igen. Ennek a Mini Coopernek viszont egész jó, szerintem. Tehát ilyen típusú pálya, illetve hosszú. Ságban is egész jó. Technikás, kanyargós magyar pálya. És még egyszer, nem az a technikás, nem teljesen a technikus része az, ami engem így nagyon megtetszett, hanem az, hogy úgy érzem tényleg, mintha egy városban lennék, nagyon közel vagyunk egymáshoz. Igen, és olyan, van egy tempója, tehát kanyar után jön a következő kanyar,
elég szűk, épp hogy egy autó vagy kettő elfér egymás mellett. Kicsit van egy kicsi Hungaroring beütése is, csak Petko picibe. Is eléggé az élmezőnyben van, ha jól láttam. Igen, szépen feljött. Látszik, hogy ő kell már a Tonetkával csatázgatott. Pala hátul volt, Homonyikkal, viszont győzik a legutolsó, tehát Homonyik már szépen feljött. Most nagyon jól mennek ezek a vikinguszok. Még így is, hogy hibázott, látszik, hogy jön fölfele. Hát bánhatja, hogy az elején kipördült, vagy hát kicsúszott, nézzük, mert majd ezt nézzük szerzés. Meg az adás után, hogy mi történt ott vele, mert ha lehet, valaki kiütötte, akkor lehet, hogy egy-két helyes rajtbünti, vagy másodperces büntiket lehet kiosztogatni, mert eddig ugye valamilyen igen. szinten elnézőek voltunk, tegyük hozzá, hogy nem is nézegettük ezeket a dolgokat. Igen, mert múltkor is akartunk valakinek, mondtuk is, hogy megnézzük, aztán végül elfelejtettük, ugye ott is voltak paláik, kemény csatában voltak, például ugye Townsville-ba célegyenes ráfordítónál például sokszor szorították ki egymást a falhoz. De nem, végül is nem adtunk büntetést. Mondjuk Pala most nem VB esélyes, de igazából szabály a szabály. Pillanat. Egyébként kezd már derengeni, hogy szerintem az volt a probléma, hogy ugye nagy bunyók voltak, és megsérült a kocsi, és annak következtében hullottam ki, hogy vezethetetlen volt a kocsi. De majd mindjárt, ha visszatértsek, ezt mindjárt mondom neki. Itt vagyok. Oké. Szóval közben kezdett így derengeni, hogy mi történhetett, tudod, a próbafutam során. Szerintem ott az történt, hogy ugye bunyok voltak előttem, mögöttem, meg ilyesmi. Annak során megsérült a kocsim, és ezért volt vezethetetlen. Igen, igen, folyamatosan sérült, emlékszek. Hát ott ugye nem sikerült jó az időmérő, és át kellett vágnod magad a mezőnyön. Valameddig fel is jöttél, olyan 6.-7. helyig, aztán ott hibáztál. Meg a gumit sem nagyon néztük, ott is valószínűleg túl melegedett a gumid is. Az miatt is csúszkálhattál. Majd valószínűleg mindjárt eltűnik egy 5 percre hangba, de itt leszek, még nézem az adást. Jó. És egyébként... Azt akarom nézni, még a 10. kört sem értünk el, tehát még fél távnál sem vagyunk. Igen, még viszont időben ott vagyunk már. Igen. Úgyhogy ez ki lett centízve ez a 20 kör, mondjuk így. Igen, 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 nagyon. Viszont a második helyzetet kezdik utolérni Viki, de hát látod? Aha, és én meg úgy látom, hogy koncentrálva jól a versenyre, hogy jókora előnyt gyűjtöttem. Igen, de majdnem elkiabáltad, majdnem megpördült, hogy óvatosan. Nagy pillanat. Picit már egy kicsit túlságosan is könnyűre lett rakva az AI. Hát, nem, nekiabált, de látod, az előző futamon is mindig azt mondtuk, és mindig történt valami. Hát ezt a pályát ismerem.
Hát igen, itt szerintem azt viszont most én kimondom itt, hogy túl könnyűek lettek most az aik. Elvileg egyébként a próbafutamnál is 70-es szint volt az AIK, tehát ugyanez a szint, ahol most vagyunk. Vagyis látható, hogy ennyit fejlődtünk a két futam között. Azt gondolom, hogy ezt is ki lehet mondani. Tíz perc van hátra a futamból. Az üzemanyag, ha jól látom, az eléggé jól be lett állítva. Jaj, ez sok. Picit rányomtam a gázra, és az volt itt a sok. Két elsőt ölöm rendesen. Lehet, hogy biztos, majd hogyha visszajön Jack, ez lehet, hogy megkérdezem, hogy biztonsági szándékkal egy kerékcserés boxot megcsináljunk-e. Vagy pedig inkább pihentessük le. És itt vagyok, bocsánat. Okay. Dani továbbra is vezeti a futamot, egyelőre a gumik 110 fok körüli hőmérsékletet érik el átlagosan, de valamikor lehűnek 100 körülire, vagy valamikor 130-ot érik el, de viszont a gumikapás egyelőre tökéletes. Igen, pont azt akartam kérdezni, hogy biztonság kedvéért ne menjünk-e ki esetleg egy 3-4 perccel a futam vége előtt egy kerékcserés boxra. Á, nem érdemes. Megvan akkor a különbség szerintem. De még csak most mennek el ők a hosszú egyenesben, szóval kidolgoztunk egy szép De minek? Nem kapott a gumi.
a hőmérsékletet visszahűtötted, úgyhogy teljesen jó. Héten mikor fogsz még tudni ráérni? Mert most egy kicsit délután vagyok, mint ma. Aha. Csütörtök, péntek, meg nappalos. Mert hát, akkor besűríthetjük. Hogy dolgozol? Hát most szerdáig pihi. Most rám fér ebben a 8 napos pihi, illetve 8 napos munka után. Rám fért ez a dolog. Már tegnap olyan szinten kiborultam, hogy már összevesztem 4-5 emberkével. Oh. Szóval ez most rám fért ez a 3 napos pihi. Holnap fűnyírózom, de azon kívül szerdán a fél lehetne, óra. Akkor megint. Igen, szerdán... igen, azt mondtam, hogy szerdán azért kérdeztem. Kitaláljuk a pályát is. Azért kérdeztem, hogy szerdán lehetne esetleg nyomni egyet. Még akkor egyet. Szerda. Ja, szerda este ugyanígy. És akkor utána pedig hétfőn lehet még egy futam. És a jövő hét az pedig nagyon egyszerű lesz, mert csak csütörtökön és pénteken leszek. Munkában, úgyhogy... Úgyhogy akár ott a július végét berakhatjuk egy esetleges valószínűsíthetően záró időpontnak. Igen. 5 perc van hátra. És akkor augusztusra kitalálhatunk valami bajnokságot. Igen, igen, körülbelül. Igen, mert a go-kart az szerintem nem fog összejönni, hogyha nem tudunk vele dolgozni. Igen. Most már az ilyen kisebb hibák, amiket most csinálgatok, ezek már bele fognak abszolút férni. És közben így most szerintem nekiállhatok beszélgetni, mert ez most már szerintem nagyjából megvan, hogyha nem hívjuk nagyobbakat. Így van. Próbálj koncentrálni, hogy nem is tudom. Akarlak itt kizökkéteni. Most esetleg megint előjött ez az ötlet nekem, hogy a Star... tudod, a Star Ligáshoz hasonló lebonyolítású, tehát 8 pálya, 8 különböző móddal, ilyesmivel beindítani egy bajnokságot, csak ahhoz eléggé előre kell dolgoznunk, hiszen ugye 8 módnak kell megcsinálni a néplistáját. Hát mondom, lehetne egy olyat is egyébként, hogy... Végülis ez jó lenne, Petivel kéne megbeszélned. Megpróbálok majd azt, de az majd csak ősszel akkor, hogy ő ugye a következő Forma 1-es szezonnál már többen legyenek, ne csak a isok. Igen, tehát akkor kapnánk itt szervert, és akkor szerveren élőbe lennének fönt. Közvetítő is, versenyzők is. És lehet, hogy tudnék további a újonc emberekéket hozni, gondolva itt akár Zolira, vagy a Balázsra. Igen. És akár... Mira. Hát... Pont Mirát, mondjuk is itt van pont Mira. Hello, hát Mira, nem szia, tudom, hogy Mira szeretne jönni, mert egyelőre nem olyan jól teljesít, mondjuk így. Hát szerintem jó lenne. Hát de pilótaként talán. Az a mi műsorban már rég hallottuk a hangját itt a csatornán. Hát volt délelőtt. Közvetíteni na, jön Zoli a jön. Zoli jön. De közvetíteni, ha kell. Jó van ez, hát most. Hát figyelj, akkor azt úgy kéne megoldani, hogy akkor viszont a te képernyedet kéne látni, mert ugye... Akkor viszont neked kéne streamelned, de nem tudom, hogy van olyan erős gép. Vagy kommentálnál az eseményeket. Igen, arra gondolok. Ja, de akkor ez nincs gond. Csak akkor annyi lesz a gond, hogy a nézők az én kamerámat látják, miközben a kommentátor mindenről povedál, még akár a hát Gyurcsány jó, Ferencnek de az Orbán Viktorféle bandonálására. Akkor is jobban tudja a szerveren, ugye lépkedni tud az emberkék között, meg ha bármi van, akkor rögtön tudja mondani. Azt írja, streamelhet. Na. Ja, lehet, hogy a gépe is bírna. Mira veled, Mizu is. Mondj valamit. Egyébként 6 nézőnk van. Mondjuk igen. Most már csak 5. Igen, beindultunk. Mira nem tudom, még a Maya Fanatiknál ott van-e, vagy ő mit csinál? Szerintem nem. Nukleáris reaktor PC. Jó, befogtam a pufikámat, ne haragudj. Jó, majdnem kimentél a boxban is fékezted. Szia, László. Igen, ő is írta, hogy mikor lesz a futam így a hétközben valamikor. Mondtam neki, hogy most egy eléggé be vagyok táblázva. Hát akkor itt a lehetőség elhasználni azt a sok manit. Na, ez most ez a kacagás, ez most megfizettem, de Mira egyébként hanyadik a mai futamon, valahol a végén van. Végén sajnos. Ja, nézem, ott van, hát olyan 19. hely környékén van Mira. A mai versenyen. Majd az egyenesnél megpróbálok egy listát nyomni, látom, mert most van nem akkor előnyöm. Nehogy összetört az autót, most is hibáztál az előbb. Igen, a kacagásom miatt.
ezt a egy-két kört meg ki kell hozni, nem tudom időben, hogy járunk. 16. Mira. Na. Végéről indult ő is. Csak ez meg 5. Na. Hát, ha pontok meg lesznek. És Cicciolina jelenleg a második. Cicciolina és utolsó perc. Cicciolina. Pocskor, boros. Megint ott vannak. Hát, akkor abban a tekintetben jó szám, hogy 24-ből. Hát szerintem lehet, hogy én most benyomok egy satuféket. Hát most már várj meg azt a egy kört, vagy... Mert belemenni azt a levezető kört. Jó. Óvatosan. Óvatosan. Miki Dál egyébként most megelőzte pont Cicciolinát. Tehát ott még csatában vannak. Jó, Mira 16 az nem rossz szám, csak nem pontszerző. Első 10-ben kéne lenned. Egyébként Mira, mi újság? Milyen műsorokban láthatunk téged? Vagy hát, mihez lenne kedved? Időtől függ, gondolom én. Lesz Rocket League egyébként valamikor? Hát... Ki vagyunk tiltva a csapatukból, csoportjukból, úgyhogy... De miért? Nem főzök miért rá, már ki mindenhol tehát... minket. De saját Rocket League-et lehet szervezni. Hányan lennénk? Hát fél, ha 5-6 ember van, az is valami. Nem, én valami más játékon gondolkodom. Milyen táborba mész, Mira? Több eszem. Most például a... Például Robinak megint beruháztam egy-két PSS játékra, csak balszerencsémre... Igen, Robi visszatérhetne egy-két adásra. Balszerencsémre sajnos a játékok azok nem lettek... Én Boss X. Na mindegy, akkor nem mondom. Mondjad. Szóval balszerencsémre, amiket vettem játékok, azokat nem tudja bekapcsolni a rendszerébe, mert nem az itteni országokra vonatkozik a játék, úgyhogy azt kidobtam 5000 forintot. Amerikai tábor? Na. Az azt jelenti, hogy kint Amerikában, nem, USA-ba... amerikai nyelvű. Közben befejeződött hát a verseny. Angol nyelvű. Mesélj meg kicsit erről, milyen egy amerikai tábor. És Dani megnyerte közben a futamot. Végre, 4 futam után újra pontot szerzett, és meg is nyerte a versenyt. Úgy néz ki, hogy Viki Dál lesz a második, és Bocskor megelőzött, úgy látom már, nem annyi vagyok az 5. De járt lép Dani, és akkor meglátjuk. Most annyi a Batszeszket nem kell levezetők, hogyha beírni. Jó. Na nézzük, tehát akkor a végeredmény. Első helyzet én vagyok, és mindenki más kapott egy kört, mert ugye én egyel többet teljesítettem. Viki Dál Gyula lett a második, Cicciolina a harmadik, Boros Lajos a negyedik, Bocskor Gábor az 5., Jackass a 6., Bartos a 7., Gyurcsány Ferenc 8, Rózsa Gyuri 9 és Anetka 10, szegény Vágó István. Pont lecsúszott. Így van, Falusi Marian 12, Radics Gigi 13, Vona Gábor 14, Mira csak 15, de azért előrébb jöttél. Homonyik Sándornak hát jó sikerült a hát az időmérő, de sajnos a futam az nem annyira, csak 16. Vizi András 17, Lőrinc Gábor 18, Győzike 19. Te jó ég, hova esett vissza Petkó? Te jó ég! Hol? 19 Győzike, 20. Lang Györgyi, 21. Molnár Kiki, csak 22. Petkó. Demcsák Zsuzsa 23 és Pala a Cobblestone Brothers. Pala csak 24. 24. Na, ha jól hallom, mindenki megérkezett. Akkor jó lesz. Mira majd ilyen GSC-s szórólapakot osztogatja a táborba majd a emberkéknek reklámozzon. Na. Azt jelenti, hogy igazából Gyurcsány Feri meg te szereztetek pontot. Megvan a lista? Viszont csak 4 pontot szerzett Gyurcsány. Megvan a lista? Úgyhogy akkor mehetek a pontversenyre? Igen, igen. Ugye magadnak írj be egy 25-öt. Mindjárt megoldjuk, csak először ki kell lépnem. Á, nem kapok pontokat. Hogy értve? Én augusztusban 2 tábort is szervezek, ha adtok GSC-s pólót, akkor megyek abba. Nem lehet
lenne rossz ötlet reklámozni minket, nem? Jó, ilyet is, póló. Szóljatok rám, hogy kapcsoljak már át. Köszönöm. Na, itt be a pontokat akkor. Tehát akkor 25 pont. Neked? Megvan, második hely. Vikidának 18, amivel szépen feljön a VB-be. Lépked Vikidán Gyula felfele. Igen, 64, ő lesz a második szerintem. Csicsolina 15. Csicsolina 15, ezért tartott ilyen nagyon hosszú ideig a pontverseny összesítése Zolinak. Boros Lajos ismét pontokat szerzett, 12. Bocskor és Boros egyébként nagyon 10. Csatáznak egymással, folyamatosan egymás ellen is. Aztán te jössz 8-al, ha jól emlékszem. Bocskor beírtad, igaz? Igen, 10. 10, látod, neked 8. Is. Nekem igen. 8 pont, Bartosnak 6 pont. Ő lett a 7., ugye Bartos? 6. Neki is kellettek a pontok, de nagyon. 8. Gyurcsány Feri, neki 4 pont. Igen. Rózsa Gyuri is szerzett végül, ő 2 pontot, ha a 9. lett. Neki is kell, hogyha a VB címért menni akar még. És akkor Anetka a 10. 1 ponttal. Hát a Sekol most azért szerzett pontokat. Szikol, könyörgöm. Na és akkor nézzük az összetettet, hogy jelent ez most valamit. Szerintem az, hogy visszavettem. 75 pontod van. Igen, visszavettem. Gyurcsánynak 64. Kitöröltem majdnem Csicsolina 15-jét. Gyurcsány és Vikidál 64-64. Akkor ott mi dönt? Gyurcsány vezet, mert ugye ő nyert futamot. Vikidál még nem nyert versenyt. Úgy van a második helyen, vagy a harmadik helyen. Két második, egy harmadik hely. Lang Györgyi viszont nem szerzett pontot, amivel most kicsit hátra csúszott. Hát neki az első futam sikeredett a legjobban, utána pihikért. Na, hát vannak 49 terveink. 49 ponttal viszont ott vagyok. Hát vannak terveink a folytatásra, ugye szedjük össze így most gondolatban, hogy milyen pályákat mondtunk. Ugye van Afrikában egy, kellene mindenképpen egy afrikai pálya. Én mondtam Oberát, mint argentin pálya. Mondtam egy másik amerikai pályát, azt hiszem, ami a kevésbé ismert kategóriákba mehetne nyugodtan. Hát ugye beszéltük a nagyjából, tehát lesz egy Afrika, lesz egy orosz nagydíj. De anyádat! Mindenképp kell orosz. Már csak a ország mérete, meg ugye a elhelyezkedése miatt is. Japánok illetve... nem lesznek? Tessék? Japánok nem lesznek, az egy nagyobb kocsi hatalom. De Ázsiát is akarok mindenképp, ha nem is hát Japán, de... Akkor már be is töltöttük a négyet. Hát négy futam van, négy futam. Na várj, számolok. Egy amerikai, argentin. Tehát kell egy USA. USA már nem. Volt. USA volt? Mi nem volt még USA? Ja nem volt, bocsánat. Beszéltük már Detroittól, már kezdve sok USA pályát. Tehát egy USA, egy orosz és egy Afrika kell, a negyediket pedig még ki kell találni, hogy mi legyen. Én Oberát mondanám. Az melyik ország? Argentin. Argentin? Na, az esélyes. És ráadásul Dimbesdomos volt a pálya. Ekvádoros, tudod, nekem az is arra tettem, gondolok. De... Arra gondoltam az amerikai név alatti pályáról. Tehát ez az ismeretlen amerikai, azt gondoltam. Ecuador. Jó, de mindenki lenne egy jó ellen egy USA pálya is. Akár egy utcai pálya. Hát igen, lassan lehet ezért még egy utcai pályát visszahozni. Kockáztassunk igen. Egy picit. Vagy esetleg egy Szingapúr, ugye Ázsia. Hát akkor viszont az Ázsia, akkor lehet, hogy úgy kéne megcsinálni, hogy az Ázsiánál egy pályát válasszunk ki mindenképpen. Tehát akkor maradjunk annyiból, kettő biztos, egy Afrika, tehát egy afrikai pálya. Én Afrikának egyébként lehet, hogy marakesi utcai pálya is jó lehet. Hosszú, nagyon hosszú, vagy egyenesek, jó sikánok. Az egy ugye VTCC-s pálya. Még ott egy kérdésem lenne. Lenne kemény előzés, meg csata. Lehet, hogy én most ez 20, lehet, hogy 18-ra alapot húzok ezzel az ötletemmel, de Ázsiára egy utcai pályát, a Makaut, ne próbáljuk meg? Rossz.
Az se rossz. Az a baj ezzel az autóval, egyetlen egy baj, hogy ő nagyon nehéz kis hívbe fordulni. Igen, tehát és ott van sajnos egy kis hívbe van visszaforduló. Van egy-kettő ilyen hajtőkonyarszerű, tehát mint Monacón, de ezt le kell tesztelni, nem tudom. Valószínű Ázsia az utolsó kettő futam egyike lesz, tehát addig lesz idő elgondolni. Most igazából Afrika Zeldára következik, kéne. Afrikát kell kitalálni, hogy jó. Milyen a következő Afrika. Én viszont megköszönöm szerintem a kedves nézőknek a figyelmét, mert szerintem már adáson kívül mehet ez a dolog, hogy tervezgessünk. Így van, így van. Tehát következő futam valószínű szerda este és Afrika, a pályát pedig majd hamarosan megtudják a nézők. Így van, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a mostani közvetítésünk, és akkor találkozunk szerdán, de előtte még lesz egy jó pár adásunk, tehát holnap is Minecraftozni is fogunk délelőtt. Szerdán is lesz délelőtt Minecraft, és szerintem kedden berakok valami különleges live-ot, nem tudom milyen címen, de valamit kitalálok. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltatok, remélem, hogy tetszett nektek ez a mostani adásunk is. Találkozunk tehát akkor holnap. Addig is jó éjszakát, sziasztok! Sziasztok!